Ez a videó az éhség és jólakottság szabályozásáról szóló sorozat 7. és egyben utolsó része. Ha lemaradtál az első 6 részről, pótold be. Sok hasznos infóval gazdagodhattál már, de főképp elméletről volt szó. Ma viszont gyakorlatias leszek, nagyon gyakorlatias, konkrét ételeket fogok kielemezni jólakottság szempontjából. Tehát a fő kérdés ma az, vajon jól laksz-e tőle? És konkrét ételeket fogok mutatni, és szét fogom szedni őket, meg fogom nézni a tápanyagtartalom, rosttartalom, felszívódás, stb. Szempontjából, és így el fogjuk tudni dönteni, ez a fogás laktató-e, vagy sem. Ha pedig nem, akkor hogyan lehetne esetleg segíteni rajta, hogy növeljük a laktató értékét. Kezdjük a nap első étkezésével, vagyis a reggelivel. A reggeliről annyit előjáróban, hogy nem kötelező reggelizni, tehát nem feltétlen kell, hogy a nap első étkezése a reggeli legyen. Ez egy tévhit, hogy a reggeli a legfontosabb étkezés és kihagyhatatlan. Ki lehet azt hagyni, de ha te úgy döntesz, hogy reggelizel, azért nem mindegy, hogy mit fogyasztasz. Nézzük az elsőt, egy tipikus reggeli Magyarországon, a szendvics. A szendvics egy tipikus reggeli. Azt gondolom, hogy nagyon sokan kezdik szendvicssel a napot, sokak számára a reggeli egyenlő szendvics, vagy ha a gyermeküknek csomagolnak 10 órait, akkor az is szendvics. Ami itt látható, az egy tipikus eset, egy kifli sonkával és némi zöldséget is tartalmaz. Laktató vagy sem? Vizsgáljuk meg. Már ha nézted az 5. részt, tudod, milyen szempontok alapján érdemes megvizsgálni egy ételt. Lássuk a tápanyagtartalmát. Ez a szendvics lényegében nagyon sok szénhidrátot tartalmaz, és egy minimális fehérjét és zsírt. Lássuk, mi honnan származik. A kifli finomított szénhidrát, finom lisztből készült. Ez egy gyorsan felszívódó szénhidrátus élelmiszer. Erre esetlegesen kerül valamilyen kenőzsiradék, általában ez valamilyen margarin, rosszabb esetben light margarin, valamennyi zsír van rajta. És erre kerül föl a sonka, ami egy zsírszegény felvágott, és némi zöldség, nagyjából ennyi. A zöldség egy kis rostot ad, valamennyi fehérje van a felvágottban, valamennyi zsír van a kenőzsiradékban, de összességében ez egy szénhidrát domináns reggeli lesz. Tehát a tápanyagok aránya elég kiegyensúlyozatlan. Hogyha megeszel egy ilyet reggelire, a benne lévő szénhidrát gyorsan felszívódik, és nem sokáig fogsz jól lakni tőle. Tehát gyorsan felszívódó, szénhidrátban gazdag reggeli, megemeli a vércukorszintedet, sok inzulin termelődik, leesik a vércukorszint is, éhes leszel, tehát ez a fogás nem annyira laktató. Ha laktató reggelit szeretnél, nem ajánlom. Hogyan lehetne átalakítani? Mutatok egy másikat. Ez már egy kicsit jobb választás reggelire. Itt látható, ez egy olyan szendvics, amin van tojás és sonka is. Elmondom, hogyha szendvicset akarsz enni, hogy érdemes gondolkodni. Először is válasz nagyon jó minőségű pékárut. Legyen az a kenyér, teljes kiördésű lisztből készülő kenyér, magas rosttartalommal. Erre kerüljön valamilyen kenőzsiradék, javaslom a vajat, sima, egyszerű, természetes vajat, ami zsírban gazdag. Erre kerül fel ez esetben a sonka, ami még mindig egy zsírszegény felvágott, de legalább fehérjét tartalmaz, és erre jön még a tojás, tükörtojás, ez esetben lehetne főtt tojás is. Tojásban van fehérje és zsír is. Na most nézzük meg a tápanyagok arányát. Ebben a fogásban a szénhidrátot elsősorban a kenyér adja, de itt is látható, hogy vannak zöldségek. Fontos, ha szendvicset eszel, legyen zöldség is, hiszen a zöldségek biztosítják a rosttartalmat és a vitaminokat, ásványi anyagokat is. Tehát legyen zöldség is, de figyelj oda arra, hogy ne csak szénhidrát legyen, ne legyen annyira szénhidrát domináns,
mert akkor gyorsan felszívódik, és nem fogsz sokáig jól lakni. Kell, hogy legyen fehérje és zsír. Ne félj a zsírtól. A zsír lassítja a szénhidrátok felszívódását csak úgy, mint a zöldségekben lévő rost és a tojásban és a sonkában lévő fehérje. Jó? Szóval a szénhidrát az egyik oldal, fehérje, zsír, rost a másik oldal. Ezekkel lehet kiegyensúlyozni a szénhidrátok dominanciáját. Ez a szendvics egy sokkal jobb választás. Van rost a zöldségekben, van rost a kenyérben, van zsír a vajban, van zsír a tojásban, és van fehérje a tojásban és a sonkában. Ez már egy jobb reggeli lehet, ha szeretnél egy szénhidrátban gazdagabb reggelit fogyasztani. Ez akár egy jó választás is lehet, feltéve, hogy nem okoz panaszt számodra a búza. Mutatok egy másik tipikus reggelit, gabonapehely. Gabonapehely, amit láthatod, ez itt egy zsírszegény gabonapehely. Valamennyi tejet lehet rá önteni, azzal egy picikét tudod növelni a zsír és a fehérje tartalmát, de alapvetően a gabonapehely szinte csak szénhidrátot tartalmaz. Ha ezt megeszed, villámgyorsan fel fog szívódni a szénhidrát, megemeli a vércukrot, megemeli az inzulin, és hamar le fog esni az a vércukor, újra éhes leszel. Ez tehát nem egy laktató fogás. Lehet, hogy zsírszegény, ezzel lehet, hogy el tudják adni, lehet, hogy még az is rá van írva a csomagolása, hogy rostban gazdag, teljes kiörlésű lisztből készül. Lehet, hogy még arra is vigyázol, hogy mindenképp zsírszegény tejet önts rá, hogy nehogy megnöveld a zsírtartalmát. De ezzel magad ellen dolgozol. Lehet, hogy zsírszegény, lehet, hogy nincs benne olyan sok kalória, de villám gyorsan éhes leszel utána. Se fehérje, se zsír, szénhidrát az egész, gyorsan felszívódik, és nem sokáig fog laktatni. Nem jó választás. Van azonban ennél egy még rosszabb, amit jellemzően gyerekeknek szoktak adni. A gyermekeknek készülő gabonapelyhek. Finomított lisztből van, cukorral készül, és ráadásul még színezéket is raknak bele, az egyik legrosszabb választás. Ne adj ilyet a gyermekednek, kérlek, ne adj ilyet a gyermekednek. Adalékanyagok, finomított szénhidrát, cukor, van már fehérje vagy zsír? Minimális a tejben, de alapvetően szinte csak szénhidrát, abból is a legrosszabb, finomított szénhidrát. Gyorsan felszívódik, a gyerekednek a vércukorszintjét az egekbe löki, aztán beül szegény az iskolapadba, és csodálkoznak a tanárok, hogy nem tud odafigyelni, hogy izeg mozog? Hát egy ilyen reggeli után nem csoda. Ne adj ilyet, kérlek a gyerekednek. Nem javaslom, és nem lesz laktató. Nézzünk egy picit jobbat. Ez itt egy zabkása. Egy zabkása, amelynek az összetevője zabpehely, zsíros tej. Azt javaslom, ha tejet veszel, válaszd a legzsírosabbat, amit csak tudsz. Ha bolti tejet veszel, akkor ez 3,5%-os valószínűleg. Hogyha tudsz teljes tejet vásárolni, akkor pedig az még ennél is magasabb, azt hiszem, hogy olyan 3,7-3,8% körül van a teljes tej, tehát úgy jön ki a tehénből, ha nem csökkentik a zsírtartalmát, körülbelül ilyesmi. Tehát, ha már zabkása, igazi zabpehely, teljes tej, vagy legalábbis magas zsírtartalmú tej, és nem kell bele cukor sem. Ha mégis szeretnéd édesíteni, akkor jobb választás egy pici mézet rakni bele. És amit látod, fahéj is van rajta. Fahéj, ami egy nagyon egészséges fűszer. Na most nézzük meg, vizsgáljuk meg tápanyagtartalom szempontjából. Fehérje, szénhidrát, zsír, hogy állunk. Ez is egy szénhidrát domináns reggeli, de már azért jobb, mint az előzők. A zabpehely teljes értékű, nem finomított, és a zab a gabonák közül kiemelkedő, mert picit magasabb a fehérje és a zsír tartalma. Ezáltal alacsonyabb a szénhidrát tartalma. Plusz hozzáadtuk a
tejet, a zsíros tejet, ezzel a fehérje és a zsírtartalmat is növeltük, és még adtunk hozzá fahéjat. A fahéj egy olyan fűszer, ami segíti a szénhidrát háztartást, segít a vércukor csökkentésében, segít normál tartományba tartani azt. Tehát mondhatjuk, hogy a szénhidrát ebben a fogásban is sok, de legalább van mellette egy kis fehérje, egy kis zsír, és még a fahéj is segíthet ebben. Tehát ez már egy jó választás lehet, hogyan tudnánk még tovább javítani, hogyan tudnánk fehérjével és zsírral dúsítani. Például lehetne ez egy diós zapkása. A dióban van fehérje, zsíradék. Vagy lehetne ez egy mandulás zapkása. A mandulában ugyanúgy fehérje, zsír. Vagy lehetne ez egy kókuszos zapkása. Én előszeretettel teszek kókuszt a zapkásába, hiszen a kókusz növeli a zsírtartalmát és nagyon jó ízt ad neki. Tehát, ha növeld a fehérjét és a zsírt, azzal tudod csökkenteni, vagyis lassítani a szénhidrátok felszívódását, és ezáltal a szénhidrát dominanciát tudod egy kicsit kiegyensúlyozni, de összességében azért ez még mindig egy szénhidrátban gazdagabb, és nem annyira kiegyensúlyozott reggeli lesz. De mutatok egy másikat, ami szintén kiegyensúlyozatlan, gyümölcs. Szoktam találkozni olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ők egész délelőtt csak gyümölcsöt esznek, mert ők a testkontroll diétát követik, ami azt mondja, hogy délig csak gyümölcsöt szabad enni. És azt gondolhatják, hogy milyen egészségesen esznek, hisz reggelire nagy adag gyümölcsöt fogyasztanak. És mennyire lesz laktató? Mi van a gyümölcsben? Szénhidrát. És rost is van, jó, azt meg kell hagyni, hogy rost is van benne, a rost kicsit lassítja a felszívódást, de hol a fehérje, hol a zsír? Nincs. Lényegében nincs. Szintiszta szénhidrát. Ha gyümölcsöt eszel reggelire magába, ne csodálkozz vele, hogy nagyon hamar újra meg fogsz éhezni. Nem javaslom, főleg nem, ha fogyni szeretnél. Fölnyomja ez is a vércukrot, és nem sokáig leszel tőle jól lakott, mert le fog esni a vércukor. Szóval én nem javaslom, hogy magába gyümölcsöt egyél reggelire. Ha már nagyon szeretnél gyümölcsöt, egyél hozzá legalább diót, mandulát, tökmagot, napraforgó magot, vagy ilyesmit, vagy egy joghurtot, egy görög joghurtot, hogy tud növelni a fehérje és a zsír tartalmát az étkezésnek, mert ha csak magába szénhidrátot eszel, garantálom, hogy nem sokáig leszel jól lakott. Végül még egy utolsó reggeli javaslat. A kedvenc reggelim nem más, mint a tojás. Véleményem szerint az egyik legjobb reggeli a tojás. Ez esetben a tojás rántott a formájában van jelen némi zöldséggel együtt. Szerintem ez egy kiváló reggeli, vizsgáljuk meg tápanyagtartalom szempontjából. Fehérje a tojásban van sok. Zsír a tojásban van, és az elkészítés során még ugye adunk hozzá zsíradékot, javaslom a vajat, szerintem a rántotta vaja elkészítve isteni, nagyon finom, és szénhidrát. A tojásban szinte semmi, a zöldségekben van némi szénhidrát, de nem túl sok, viszont a zöldségekben van sok élelmirost, és vitamin, és ásványi anyag. Ez egy egészséges, laktató fogás lehet. Természetesen a tojások mennyiségét egyénre szabottan lehet növelni vagy csökkenteni. Ez itt egy 3 tojásos rántotta. Én általában 3 tojásból fogyasztom, de hogyha neked nagyobb az energia szükségleted, akkor nyugodtan eheted akár 6 tojásból is. Ez egy laktató fogás lesz, és nem fogja az egekbe repíteni a vércukor szintedet. Hogyha te egy LCHF, akár egy ketogén diétát követsz, ez a reggeli ideális lehet a számodra. Ja, és van még egy, mégsem a tojás az utolsó, van még egy különleges reggeli ital, amit kifejezetten azoknak ajánlok, akik ketogén diétán vannak. Ez nem más, mint a ketokávé. A ketokávé egy különleges, zsírban nagyon gazdag ital. Elmondom, mi az összetevői. Többféle változata van, van a bulletproof kávé,
Ennek az összetevői kávé, vaj és MCT olaj vagy kókusz zsír. Tudom, ha ezt most hallod először, nagyon furán hangzik, zsírt rakjak a kávéba. Furán hangzik, de nem rossz. Sőt, nagyon is jó lehet, én egy másik változatot szoktam alkalmazni. Ezt egyébként én készítettem, amit van a képen. Elmondom az összetevőket, de itt láthatod is. Kávé, vaj, kokuszsír és tejszín. Szerintem ez a legfinomabb fajta keto kávé. Nézzük egyenként. Vaj mit tartalmaz? Szinte csak zsírt. Kokuszsír. Fontos, hogy ez finomítatlan kokuszsír legyen, tehát nem az a finomított, aminek semmi íze nincs. Ez extra szűz kokuszsír, aminek kókusz íze van, és nagyon egészséges. Harmadik a tejszín. Ebben is főképp zsír van, illetve egy pici szénhidrát, nagyon pici fehérje. Lényegében ezek az összetevők szinte csak zsírt tartalmaznak. A negyedik az ugye maga a kávé, nincs benne semmi, tehát ez egy fekete kávé így magába, nincs semmi cukor, semmi édesítőszer. Na, ezeket egy turmixgépbe behelyezed, és összeturmixolod. Ha csak kanállal szeretnéd összekeverni, abból nem lesz jó, kell a turmixgép, kell, hogy ezt alaposan összedolgozza. És ebből lesz a keto kávé egy zsírban nagyon gazdag energia bomba reggelire. Hogyha te magasabb szénhidrát tartalmú, alacsonyabb zsírtartalmú étrendet követsz, nem javaslom, hogy ezt holnap reggel kipróbáld, mert okozhat panaszt, de azok számára, akik már áttértek egy magasabb zsírtartalmú, alacsonyabb szénhidrát tartalmú étkezésre, ez a kávé egy jó választás lehet. Én ma ezt reggeliztem. Tudom, extrém, de amíg nem próbáld ki, nem tudod meg, hogy milyen. Jöjjön az ebéd! Először egy olyat szeretnék mutatni, ami eléggé elterjedt Magyarországon, sokan fogyasztanak ilyesmi ételt, ez egy olaszos étel, nem más, mint a tészta. Ez esetben egy bolognai spagetti. Egy bolognai spagetti. Jól fogsz lakni tőle? Hát, ha már próbáltad, tudod, hogy nem, egyáltalán nem laktató. Miért? Nézzük a tápanyag tartalmat. Tészta, szénhidrát, hús, fehérje és valamennyi zsír, és sajt, zsír és valamennyi fehérje. Összességében ez is egy szénhidrát domináns ebéd, a tésztában gyorsan felszívódó szénhidrát van. Ezt egy picit lassítja, a felszívódást picit lassítja a sajt és a hús, ugye a bennük lévő fehérje és zsír, de összességében ez akkor is egy gyorsan felszívódó szénhidrát bomba lesz, hogyha egy nagyon kimerítő edzésed lesz délután, lehet, hogy nem rossz egy szénhidrát töltésnek, de ha te szeretnél hosszantartó jó lakottságot, ne ezt válasz. Ha pedig fogyni szeretnél, végképp ne ezt válasz, ez az étel nem ad hosszantartó jó lakottságot. Hogyan lehetne esetleg javítani rajta? A szénhidrát mennyiségét mindenképp csökkenteni kellene, tehát a tésztát mondjuk lefelezhetjük, a húst növelni szükséges, a sajtot is növelni szükséges, és dúsíthatnánk valamilyen zöldséggel. Lehetne ez egy kicsit más jellegű tészta étel, ami sokkal több zöldséget tartalmaz, és ezzel a térfogat megmaradhat, sőt, akár növelheted is ehhez képest a térfogatát, de a szénhidrátban gazdag tészta mennyiségét tudod csökkenteni. Tehát, ha már tésztaételt szeretnél, akkor olyat válasz, amiben arányában kevesebb a tészta, több a zöldség, és több a hús, illetve esetleg sajt, vagy más jellegű zsíradékban gazdag összetevő. Ennyit a tésztáról. Egy másik olaszos étel, a pizza. A pizza miből készül? Finom lisztből, és valami feltét kerül rá. Ez sem egy laktató étel, szénhidrát domináns, ugye? A
benne lévő finomított liszt gyorsan felszívódó, a feltét picit lassítja, de nem annyira, ugye itt mondjuk szalámi és sajt kerül rá, paradicsom. Egy kis fehérje, egy kis zsír, minimális rost, ez összességében gyorsan felszívódó és nem hosszantartó jó lakottságot adó étel lesz, fogyni vágyóknak nem ajánlom. Ideje magyarosabb vizekre evezni, ez itt már egy magyarosabb fogás, sült hús, ez karaj, sült krumplival és egy picike kis zöldség is van azért. Lássuk ez milyen. Jól laksz tőle? Nézzük meg tápanyagtartalom szempontjából szénhidrát. Szénhidrát van a krumpliban és egy picike a zöldségben. Fehérje van a húsban. Zsír valamennyi a húsban, illetve a sült burgonyában is. Rost egy pici van a zöldségekben. Összességében ez a fogás laktatónak mondható, hiszen nem annyira szénhidrát domináns. Jó, ott van a sült burgonya, ez igaz, de van mellette hús, van mellette egy pici zöldség. Ez egy picit ellensúlyozni tudja a szénhidrát dominanciát. Tehát ez akár nem olyan rossz. Nyilván most a tápérték szempontjából a sült burgonya nem a legjobb választás, de alapvetően a jó lakottság szempontjából azt hiszem, ezzel én jól laknék. Hogyan lehetne tovább javítani? Én azt javasolnám, hogy a sült burgonya mennyiségét csökkentsd, és növeld a húst, és növeld a zöldség arányát. Ezzel is tudod egy picit kiegyensúlyozottabbá tenni, tehát kevesebb sült burgonya, több zöldség, több hús, ezzel ez a fogás is még laktatóbbá tehető. Következő, egy még magyarosabb, pörkölt nokedlivel. Pörkölt nokedlivel, bár ez, azt hiszem ez az adag nagyság nem reprezentálja a magyarok étvágyát, ennél azért nagyobbakat szoktunk enni. Mennyire laktató? Nézzük, van-e fehérje? Van a húsban. Van-e zsír? Van a húsban, illetve egy kis tejföl is került rá, hogy így látom, és zsiradék, ami az elkészítés során lett hozzáadva. Van-e szénhidrát? Na, a nokedli szénhidrátban gazdag. Jó, van benne egy kis tojás, de alapvetően a főszetevő a finom liszt. Finom liszt tápértéket tekintve nem túl jó, felszívódást tekintve gyors. De a felszívódását lassítani fogja a hús, hiszen az fehérjében zsírban gazdag. És van egy pici zöldség díszítésnek, hát ez semmi. Úgyhogy ez a fogás ekkora adagtól nem fogsz javadni, az biztos. Hogyha egy picit módosítjuk, növeljük az adagot és az arányokat változtatjuk, ez is jobbá tehető. Mit csináljunk? A hús mennyiségét növeljük, a nokedli mennyiségét csökkentjük, és adjunk hozzá zöldséget. Mit adhatnánk ehhez hozzá? Savanyúságot. Például adhatnánk hozzá egy káposzta salátát. Ezzel adunk hozzá vitaminokat, élelmi rostot, és van még egy előny. A savanyúságban van ecet. A savanyúságban lévő ecet ugye egy savas közeget okoz a gyomorban, és emiatt lassítja a gyomor ürülését. Ezt kevesen tudják, de a savanyú élelmiszerek csökkentik a glikémiás indexet. Tehát, hogyha ehhez a fogáshoz még tennénk savanyúságot, a savanyúság is lassítaná a nokedli felszívódását. Tehát egy módosított változat, több hús, kevesebb nokedli, savanyúság. Ez a fogás már valószínűleg laktató lenne. Most nézzünk egy egészségtudatosabb választást. Ez itt csirkemell, barna rizssel és zöldségkörettel. Vajon ettől jól fogsz lakni? Szerintem egy könnyebb vacsorának kiváló. Nézzük a tápanyagokat. Fehérje van a húsban. Zsír, hát ez nem sok. Szénhidrát van a zöldségekben valamennyi, de nagyobb részt a barna rizsben. Legalább a barna rizs lassabban szívódik fel, mert magasabb rost tartalmú. Jobb, mint a fehér rizs.
Mi a probléma? A zsír. Hiányzik a zsír. Csirkemell, minimális zsír, valamennyi zsír. Esetleg a zöldségkészítésekkor hozzáadódott barnarizsben. Semmi zsír szinte. Hiányzik a zsír. A zsírszegény ételek nem olyan laktatóak. A leglaktatóbb tápanyag a fehérje, az megvan, van benne hús, ez oké. Okay. De a zsír is kell az étkezésbe, hogy egyrészt finomabb legyen, hiszen a zsír jót tesz az ízeknek, másrészt a zsír is lassítja a felszívódást. Egy zsírosabb fogás laktatóbb, mint egy zsírszegény. Hogyan lehetne ezen egy kicsit segíteni? Hogyha ez a zöldség sok olívaolajjal készül, azzal már hozzáadhatunk a zsírtartalomhoz, vagy hogyha a hús helyett egy zsírosabb húst választunk, a csirkemell helyett sertés tarját például, az már egy zsírosabb húsi lesz, vagy hogyha a csirkemellet úgy készítjük el, hogy például sajtos, vagy sajtmártásos, vagy ilyesmi, azzal is növelhetjük a fogásnak a zsírtartalmát, laktatóbbá tehetjük. De alapvetően ez nem egy rossz étel. Hogyha a zsírszegény formába eszed, nem lesz olyan laktató, ha picit növeled a zsírt, akkor viszont ez egy laktató fogás lehet. Egy másik változat. Hasonló, itt is sült csirkemell van, és ez egy zöldség ágyon helyezkedik el. A fehérje itt is megvan a húsiba, a szénhidrát tekintetében ez egy szénhidrátban szegényebb fogás, hiszen nincs is benne rizs, krumpli, tészta, csupán alacsony szénhidrát tartalmú zöldségek. Ezekben van némi szénhidrát és van benne sok rost, ez jó. És hol a zsír? Hát itt sem nagyon van zsír. Valamennyi persze a húsban van, az elkészítés során hozzáadódik, de a zöldségek azok tök zsírszegények. Javítsunk rajta, adjunk hozzá több zsírt, és akkor ez a fogás is laktatóbb lesz. Ha te egy LCHF étrendet követsz, vagy akár egy ketogén diétát, ez nem lenne annyira rossz, csak túl kevés a zsír. Növelni kell a zsírt, és akkor ez a fogás is laktatóbbá tehető. Ez egy olyan étel, amit könnyen beszerezhetsz Budapesten szinte minden sarkon, gyrosz. Ez itt egy gyrosz tál, ami csupán zöldséget tartalmaz és húst. Tehát nem tartalmaz rizst, bulgurt, burgonyát. Csupán gyrosz tál zöldséggel. És persze egy kis joghurtos öntet van még rajta. Ettől jól fogsz lakni? Hát mivel ezt én ettem meg, tudom, hogy ez egészen laktató tud lenni, de az a helyzet, hogy kevés benne a zsír. Fehérje van a húsban, rostok vannak a zöldségben és egy pici szénhidrát, viszont nem sok zsír tartalmaz, talán valamennyit ez a joghurtos öntet tartalmaz, egy minimálisat a húsi, de összességében ez egy fehérjében gazdag, szénhidrátban és zsírban szegény fogás lenne. Hogyha igazán laktatóvá szeretnéd tenni, érdemes hozzáadni zsírt. Illetve van még egy lehetőség, amit én kihasználtam, hogy laktatóbbá tegyem, görög saláta. Kérhetsz hozzám még görög salátát is, a görög salátában még több zöldség van, még több vitamin, még több élelmirost, minimális szénhidrát árán, van benne oliva, bogyó, és van benne fetasajt is. Ezzel is egy picit tudod növelni a zsírtartalmat, és egy picit a fehérje tartalmat is. Ráadásul ez egy nagy térfogatú fogás lesz így összességében, hisz jó sok zöldség van benne. Ez segít, hogy ez kitöltse a gyomrot, és hozzájárul a tehetségérzet kialakulásához. Tehát, hogyha ezt a fogást kicsit zsírral felturbózunk, ez is egy laktató étel lehet. Lássuk a következőt. Ó, ez én vagyok. Ez a fotó egy kellemes nyári napon készült, Kopaszigáton, amikor is egy kellemes vacsorát fogyasztottunk a férjemmel, és én pisztrángot ettem grillezett zöldségekkel. Olyan ez a fogás laktató? Hát el tudom mondani, igen, ez a fogás laktató volt, fehérje ugye van a halban, szénhidrát nem sok van ebben a fogásban, valamennyi a zöldségekben, de sok élelmirost is, és zsír. Elmondhatom, hogy ez
nem volt egy zsírszegény étel, a grillezett zöldségeket elég sok olajban készítették el, tehát nem volt zsírszegény, illetve ez a hal sem a legzsírszegényebb hal. Tehát mondhatom, jó volt a zsírtartalom, kevés volt a szénhidrát, és jó volt a fehérje. Egy ilyen fogás szuper lehet azoknak, akik szeretnének fogyni, vagy csak egészségmegőrzés céljából egy alacsonyabb szénhidrát tartalmú étrendet szeretnének követni, mint ahogy én. Tehát ez a fogás jó választás volt, egyébként a Vakvárium étteremben ettem, ha szeretnéd majd kipróbálni. Finom, egészséges és laktató. Jó választás. Nézzük, mit evett a férjem. Ez itt szintén egy sült hal, azt hiszem ez egy hek, és sült burgonya van mellé. Ez a fogás laktató? Hát nézzük meg. Fehérje van a halban. Szénhidrát bőségesen van a sült burgonyában. És zsír van a halban is, a sült burgonyában is. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy magas fehérje, magas zsír és magas szénhidrát tartalmú étel. Kifejezetten jó azok számára, akik hízni szeretnének, mint például a férjem. Tehát számára ez egy jó választás lehetett. Amit hiányolok, az a zöldség. Nincsen benne a burgonyán kívül más zöldség, ezért ez viszonylag rostban szegény. De a burgonya nem tud olyan gyorsan felszívódni a sok fehérje és a zsír miatt. Ugye, ezt már tudod, a fehérje és a zsír lassítja a szénhidrátok felszívódását, tehát ugyanez egy szénhidrátban magasabb fogás, de a benne lévő fehérje és zsír fogja biztosítani azt, hogy mégis ettől hosszabb távon is jól tudj lakni. Hogyha módosíthatnám, akkor én azt mondanám, a sült burgonyából vegyünk el, csökkentsük, és adjunk hozzá mondjuk még grillezett zöldséget, ami az én fogásomban is volt. Kevesebb burgonya, több zöldség, a hal pedig maradhat, az prima. Ez így már még laktatóbb és egészségesebb lehetne, ráadásul jobban néz neki, hisz több szín lenne benne. Egy másik fogás, amit szintén a férjem fényképezett nekem az egyik nap, ez volt neki a feladata a munkahelyén, hogy fényképezzen ételeket, hogy ihletet gyűjtsek a videóhoz, úgyhogy ezúton is köszönöm, hogy ezt lefényképezte, ez volt az egyik ebéd. Ez itt grillezett camembert, rizssel és egy kis salátával, amin van valamilyen majonézes öntet. Ez a fogás laktató? Igen, ez a fogás nagyon laktató, hiszen, nézzük meg, fehérje van benne? Igen, a sajban, ez egy camembert saj, van fehérje. Szénhidrát van benne? Igen, főleg a rizs formájában. Valamennyi a zöldségekben is van, de nem olyan sok. Zsír van benne? Igen, egy csomó zsír van. Ez egy zsírban kifejezetten gazdag fogás, a camembert sajt ugyanis nagyon magas zsírtartalmú. És még élelmirost is van benne, ugye a zöldségek nyomán. Nézzük meg. A fehér rizs az alapvetően egy gyorsabb felszívódású, magasabb glikémiás indexű élelmiszer. Igen ám, de ott van a fehérje, ott van a zsír, ott van a rost, emiatt az sem fog gyorsan felszívódni. Remélem most már így érted. A fogásokra így holisztikusan kell tekinteni, nem csak az összetevőket külön kell nézni, hanem az egymásra gyakorolt hatásuk, a szinergista hatásuk is. Tehát lehet, hogy a fehér is alapvetően gyorsan felszívódó, de így ezzel a körítéssel már nem lesz olyan gyors felszívódású. Főleg a zsírnak, a zsíros sajtnak köszönhető az, hogy bizony ez a fogás nagyon-nagyon laktató lesz. Hogyan lehetne rajta esetleg változtatni, hogyha te fogyni szeretnél, akkor is ehhez grillezett sajtot, csak akkor a fehér rizst azt vedd ki a képletből, grillezett camembert sok zöldséggel. Zsírban gazdag, fehérjében gazdag, alacsony szénhidrát tartalmú, jó választás lehet, feltehetően jól fogsz lakni tőle. Egy másik fogás, amit talán fogyni vágyók választanának, saláta. Egy egyszerű saláta, azt gondolhatod, hogyha fogyni szeretnél, jó választás, de nézzük meg. Fehérje? Nincs. Zsír? Nincs.
szénhidrát, egy kevés a zöldségekben van, de rost is van mellette. Tehát mennyire kiegyensúlyozott fogás? Egyáltalán alig van benne szénhidrát, fehérjezsír nulla. Jól fogsz lakni tőle? Dehogy is, hát ettől garantálom, hogy nem fogsz jól lakni. Egy darab után kitölti a gyomrodat, mert térfogatra elég jó, de se fehérje, se zsír, ez nem egy laktató étel. Azt javaslom, kicsit turbozd fel. Ehetsz salátát nyugodtan ebédre vagy vacsorára, nyugodtan. Csak növeld a fehérjét, növeld a zsírt, ne csak a zöldségek legyenek egymagukban. Hogyan tehetnéd ezt meg? Például valamilyen húst lehetne ez enni. Lehetne ez egy csirkés saláta, vagy sajtos, vagy lehetne hozzáadni olívaolajat, olívabogyót, sajtot, majonézt, egy majonézes átöntettel. Növelni kell a fehérjét és a zsírt, érdemes mind a kettőt, szóval ne csak a zsírt növeld, hanem a fehérjét és a zsírt. Olyan salátákat ajánlok, amikben van fehérje, zsír és kevés szénhidrát. Ezek így sokkal laktatóbbak lehetnek. Tehát például egy cézár saláta, ha kivesszük a kenyérkockákat, akkor akár egy jó fogás lehet, amitől még jól is lakhatsz, főleg ha van elég csirke és van elég sajt is benne. Illetve egy magasabb zsírtartalmú öntet. Szóval magába a salátától nem hiszem, hogy jól laksz, jó azt egy picit felturbózni. Oké, jöjjön a desszert részleg. Nem azért beszélek a desszertekről, mert hogy azt javaslom, hogy egyél mindig desszertet. Nem, egyáltalán. Főleg, ha fogyni akarsz, nyugodtan skippáld a desszertet, nem kell desszert. De ha már desszert, akkor mutatok egy olyat, ami egész jó. Túrós palacsinta. Hagyományos, de mégis egész jó. Miért? Fehérje van a túróban. Zsír szintén van a túrókrémben, ugye tejfölt szokás hozzáadni. Szénhidrát? Igen, szénhidrát van a palacsinta tésztában, ugye általában finom liszt, és esetleg még cukor a túrókrémben. De ha megnézzük, azért van mind a háromból. Nem is olyan rossz. Hogyan lehetne még javítani rajta? A finom lisztet, ami alacsony tápértékű és gyors felszívódású alapvetően, ki lehetne cserélni zapehelylisztre. Már is jó. A túrókrém az maradhat, esetleg a cukrot vonjuk ki, esetleg rakhatsz bele másfajta cukormentes édesítőszert. A mesterséges édesítőszereket nem ajánlom. Egyébként volt már egy videóm az édesítőszerekről, ha nem láttad, nézd meg. Inkább a cukoralkoholokat javaslom, ha már valamit muszáj, de ezekből is csak egy keveset használj. Így egy zapellisztes túros palacsinta beilleszthető az étrendbe, és ez egy laktatóbb desszertnek számít. Mutatok azért egy másikat is. Ez egy nagyon speciális desszert. Ezt kifejezetten azoknak ajánlom, akik ketogén diétát követnek. Ez ugyanis egy nagyon alacsony szénhidrát tartalmú, magas zsírtartalmú desszert. Csupán 4 plusz 1 összetevője van. Vaj, jó minőségű étcsokoládé, legalább 70%-os, darált dió, és mi is a negyedik? Ja, és a tojás. Vaj, egy csoki darádió tojás, a plusz egy pedig a málna. Csak annyi cukrot tartalmaz, amennyi az étcsokiba van, egy minimális mennyiség. Én nem adtam hozzá semmiféle cukoralkoholt, stíviát, mesterséges édesítőt, semmi. Csupán annyi édesítő van, amennyi cukor a csokiban, tehát minimális, de mégis ad neki egy édeskés ízt, plusz a málna, az jót tesz neki, további édességet biztosít. Ez így egészséges, szénhidrátban szegény desszert, amit akár egy ketogén diétával is be lehet illeszteni, mivel nem fogja megdobni a vércukor szintedet, ez egy laktató édességnek számít. Már csak egyetlen téma, a kisétkezések. Szóval a kisétkezések. Most már csak röviden megyek bele, egy tipikus
étel lehet kísérkezésre az alma, vagy más gyümölcsök, mivel csak szénhidrátot tartalmaz, és fehérje és zsír, az szinte nulla van benne, nem egy laktató választás. Ha eszel egy almát 10 óraira, még az is lehet, hogy éhesebb leszel fél óra múlva, mint ha nem ettél volna semmit, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, az almának a savassága is fokozni tudja az étvágyat, úgyhogy nem feltétlenül jó választás. Ha már gyümölcs, mire figyeljünk? Hogy legyen mellette fehérje és vagy zsír. Tehát például, ha már alma, egyél hozzá egy-két maroknyi diót vagy mandulát, mert a bennük lévő fehérje és zsír lassítja az alma szénhidrátjának a felszívódását. Vagy hogyha te egy alacsonyabb szénhidráttartalmú étrendet követsz, akkor kisétkezésre jó választás lehet az olajos magvak csoportja, bármilyen olajos mag, dió, mandula, mogyoró, kesudió, pisztácia, tökmag, napraforgó mag, ezek mind jók lehetnek, hogyha valami szénhidrátban szegényebb 10 óraira vagy uzsonnára vágysz, akkor ajánlom az olajos magvak csoportját. Oké, végeztünk. Ez lehet, hogy egy hosszú videó. Ha idáig eljutottál, gratulálok, nagyon kitartó vagy.